Na, végre sikerült szereznem egyet abból a pólóból, amiről hetek óta beszélek. Szoboszlai Dominik, hány fokos? Ne felejtjétek, hogy most február végéig 20% engedménnyel vásárolhattok meg minden fehér pólót a Hobbista webshopban, www.hobbistawebshop.hu. És pillanatokon belül mondom is, hogy mi minden lesz a mai adásban. Mai vendégünk Gerényi Gábor, az Index egykori alapítója, aki hát mindig a informatika, a kultúra és a politika frontvonalában is ott van jelen most már évtizedek óta, és néhány évvel ezelőtt írt egy nagyon érdekes cikket arról, hogy hogyan változik az egész politikai tér, hogyan bukkannak fel olyan nagyon nem szokványos szereplők, mint Donald Trump, vagy a különböző kalózpártok, hogyan lesznek egyre fontosabbak olyan eszközök, mint például az influencerek, akik korábban egyáltalán nem voltak jellemzőek a politikában, és hogy az egész politikai világ teljesen megváltozik. Igaza lett 5 évvel ezelőtt, most már egy picit visszatekintve megnézhetjük, és vitatkozhatunk is vele. Mindenkitől elnézést, aki már unja, hogy mielőtt belecsapnánk a témákba, mindig megjelenek itt a videó elején, és elmondom, hogy gyertek velem. De mindig vannak új nézők. Frankon, ha teljes műsort akarjátok látni, cenzúra nélkül, akkor gyertek. Irány a YouTube konkurencia, a Rumble videó megosztó platform. Már közel 7000-en követtek ott is, ha te még nem, akkor gyere már is. Tök egyszerű a feliratkozás, semmi macera, ne félj az újdonságtól. Lent a leírásban, ott a közvetlen link ennek a videónak a cenzúrázatlan változatához. Kattints, és hajrá! Köszöntjük a nézőket a Hobbista Hardcore második fél idejében, és köszöntjük vendégünket, Gerényi Gábort, aki hát egy nagyon, nagyon érdekes arc. Így pacekra nem tudom, hogy mennyire ezt mindenki eldönti magának, de az élettörténetét tekintve mindenképpen voltál egyáltalán te már itt a műsorban, még akár a régi Pesti TV-s verzióban? Egyszer ott voltál, ugye? De nagyon régen volt. Rémlik, de nem csak rémlik. Úgy volt. Nekem rémlik csak. De hogy a Gábor az Index alapítója, egyik alapítója, előtte a zeneipar környékén stúdióztál, az elektronikus zene forradalmát, hogy mondjam, első kézből nézted végig, de azelőtt már az informatikában, még a Novotrade-hez is talán volt valami között. Volt oda is bedolgozás. Tehát, hogy te így itt vagy már velünk egy ideje, és mindig a front, tehát a technikai és egyéb fejlődésnek a frontvonalán, az mostanában, az azonnalinak is voltál, ugye résztulajdonos, tulajdonos társa Ungár Péterrel. Szóval, hogy a politika sem áll tőled távol, de ami, hát nehéz elkezdeni, hogy mi az, ami igazán érdekes benned. És be is fejezzük itt. Nem. Köszönöm azt szépen. Hol van a kassa? Azt mondtad, hogy kezdjük azzal, amit írtál, még az azonnali, ami már nincsen, ugye? Az azonnali az... Hát most pihen. Pihen. Egy érdekes cikket, amit egészen szerényen azt mondtad, hogy a Vátesz írta a cikket 5 évvel ezelőtt, hogy megjósoltad a... Nem én írtam, csak átvettem a Vátesz-séget, egy meg nem nevezett lefelező csoportból. Igen? Az volt ennek a cikknek a lényege, hogy a politika teljesen megváltozott, és a politikában olyan személyek, olyan módszerek, olyan politikai formációk jönnek elő, és olyan eszközök, leginkább talán ez a legfontosabb, amikre akkor mondjuk 5 éve nem is számítottunk, vagy legalábbis nagyon újszerűnek voltak, tehát hogy teljesen felborul a megszokott politika, és gyakorlatilag az őrület uralkodik el rajta. Igen, ez a 2018-as választás után készült ez a cikk, ha jól emlékszem, és akkor volt egy érdekes helyzet, hogy a 14-18-as időszak volt az időszak, amikor a jobboldali média birodalom így teljes egészében kiépült a ma ismert, nem pontosan ebben a formában, de végülis a ma ismert módon. Azért ezt tegyük hozzá, hogy az azt megelőző nagyon erős baloldali média túlsúlya szemben épült. Így van, és a 18-as kétharmados vereség az ellenzéknek hirtelen egy óriási sokkot jelentett, mert nem körülnézett, és jóval kevesebb médiát látott a keze ügyében. Mint amit megszokott, és ennek a nagy váltásnak ugye azért volt egy olyan háttere, hogy az amerikai óriások, a Google és a Facebook nyomulása a médiát, mint üzletet, mint vállalkozási értéket jelentősen leértékelt. Tehát nagyon könnyű volt felvásárolni különböző
ilyen médiatermékeket, és a jobb oldal azt csinálta, amit Medgyessy Péter javasolt neki, hogy akinek kell tévé, az vásároljon magának, és megfogadva Medgyessy Péter tanácsát, egy jó nagy ilyen felület jött létre, a bal oldal pedig jelentősen megcsapant, és ebben a helyzetben mindenki... Azért krokodilkönyveket ne hullassunk, mert azért nekem nincs krokodilkönyv. A vezető hírportálok akkor még 5-ből 4 a bal oldal kezében volt, most már mondjuk 6-ból 4 kb. Továbbra is, de az egyik vezető kereskedelmi tévé. De akkor az átlátszó felmérése szerint körülbelül nagyjából az elérés olyan 50-50 volt, tehát azt lehetett volna, hogy körülbelül 2018-ban pariban van a két. Ami egyébként, tegyük hozzá, ez lenne a normális. Én annyi ellentmondást látok ebben az egészben, tehát hogy más sem hallok bal oldalról, csak az, hogy mi birtokoljuk a printet vidéken, meg a tévét, és ugyanezen a cikkek alatt megjelenik az, hogy a printet senki nem olvas, a tévét meg senki nem néz. Úgyhogy itt nálam ez, hogy a médiaharc tekintetében én nem tudom eldönteni, mi az igazság. Igen, tehát lehet, hogy mennyiségben 50-50%, de ugye az internet, ami azért mindenképpen a hírfogyasztás legfőbb felülete az... Ami vidékre nem jut el, de ugyanezen cikkek alapján a Telexet vidéken is olvassák. Tehát, ez is igaz. Nem értem meg, hogy hogyan számolják ezt ki. Tök igazadon ezekben az ellentmondásokban, és szerintem Gáboron ezt ne kérjük számon. Nem is tudom, és azért tervezem, csak amúgy megjegyeztem, hogy... A 18-as helyzethez az hozzátartozott, hogy ténylegesen ők lefele mentek a baloldali politikai közösség, média felület az lefelé ment. Bocsak, közbeszólok, de ez volt azt hiszem az utolsó szabad versenyes év, amikor még a közösségi médiumok nem torzították az eléréseket. Igen, ezt akartam mondani, hogy igen. Igaz, hogy leértékelték a hagyományos médiát, de akkor még a közösségi médiákban, vagy az interneten relatíve kiegyensúlyozott. Igen, az volt, még megvolt, és hát egyébként politikai tevékenység nyilván ott van, ahol van valamiféle média felület is, és körülnézve az ember mit látott, hogy viszont robbanásszerűen ment fel az influencer piac, akkor már nem nagyon lehetett letagadni, még a politikában nem nagyon nyúltak bele influencerek, de az látszott, hogy ott van egy óriási potenciál, egy csomó olyan szereplő kezében, vagy körül, akik ezt aztán bármikor politikára tudják folytani. Most ne felejtsük el, még akkor nem volt például a Partizán sem, ami ugye jelentős és bevallott. Ez hányban? 2018. Akkor Schlein volt. Akkor Partizán, mint igen. De facto Partizán nem volt akkor a Partizán csatornát, Schleinnek hívták, tehát a konglomerátum igen. Létezett. Igen. Ami néven... Csak nem volt ennyi amerikai dollár. Ami néven eleve behatárolta a lehetőségeit, tehát itt Schlein néven nem nagyon tudsz egy ilyen jó... Meg a Gulyás Marc még nem végezte a megfelelő képzéseket. De Marci már akkor dolgozott. Igen, de még nem végezte a megfelelő képzéseket, mert szegény az úgy lefagyott tőlem egy ilyen viszontválasztó, mert akart csinálni egy ilyen nagy fontos műsorszámot arra, hogy tartják az emberek a száraz novembert, és akkor ott járt az Európa vadba, és engem is megkérdezett, nekem nem volt kedvem ilyen hülyeségekben részt venni, pláne száraz novemberben, de hogy egy erről szóló műsorban, és mondtam neki, hogy hát figyelj, 3 dologról sose fogok leszokni. Mondom, az a dohányzás, az ital és a faszverés, és ettől teljesen így lefagyott, és ott állt így a kezében, és bámult ki a fejéből, hogy most erre hogyan kéne reagálni. Igen, akkor nem volt annyira képzett, de amúgy... Nem tudom, ahogy reagálna rá egyébként. Igen, de lényeg az, hogy amiről beszéltem, azt tulajdonképpen a Marci valósította meg először, és végül is teljesen becsületesen a saját szempontjából, ő ugyanúgy bevallottan azt mondta, nekem van egy értékrendszerem itt a baloldal, ahhoz annak dolgozom, de megpróbálok azért egy érdekes csatornát. Ilyen szempontból a túloldal számára is érdekes csatornát. Egy azonnali interjúban valamelyik akkori kollégádnak csinált velem egy interjút, és kérdezte tőlem, hogy ki az, akit a másik oldalon én elismerek, és pont a Marcit mondtam, akinek van egy bevallott értékrendje, és azt képviseli, és nem kamuzik. Tehát ő minden... De megpróbálkozik vele, csak nagyon ügyesen csinálja. De most már talán jobban, de akkor egyértelmű volt, hogy... Hogy alapjövedelmet, akkor én Puzsérral beszélgetek, én hallottam egy olyan mondatot tőle, hogy a pénz azért járna mindenkinek, mert pénz nélkül amúgy nem tudunk élni sem, és ez mivel az élethez, valami ilyet fejteget, hogy az élethez szükséges, a mindennapi élethez, ezért nem vonhatja meg tőlünk az állam. Tehát ilyen nagyon fura dolgokról beszélt, ez még nagyon régen volt, viszont Ukrajnában még annyit hatték, hogy ezt nagyon jól megoldották, mert ott törvény van rá, hogy online influencerek nem politizálhatnak, mivel nem megbízható forrás és nem megbízható információkat adnak át, így büntethető, hogyha ők politizálnak. Nem tudom, hogy megtörtént. Nehogy vérzni esetleg valaki azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy ezt a háborút nekünk. Mi? Ilyet nem, ilyet nem történt. Na, de én megint nagyon szélesen nyitnánk ezt. Gáborra biztos mindenről el tudnánk beszélgetni, de én azért térnék vissza ez a cikkhez, mert én szeretnék vitatkozni ezzel a cikkel. Csak nyugodtan.
És nem is abban, persze, ugye felhozott Donald Trumpot, aki a semmiből teljesen outsiderként robbant a politikába, az öt csillag mozgalmat, a svéd demokratákat, a kalózpártot különböző helyeken, akik ugye teljesen a korábbi politizálástól drasztikusan eltérő hangvétellel, metódussal. És nagyon erős online háttérrel. És nagyon erős online háttérrel, és ugye ezt vázoltad fel, mint jövő, vagy még ennél is extrémebb dolgokat, és eszembe jut egy sokkal régebbi, még indexes korszakból is, még te is az indexnél voltál akkor, egy Fluor interjú, amikor Fluor igazán berobbant a Well Hello-ban, mert ugye előtte ő egy ilyen népszerű, szubkulturális figura volt a rap zenében, a Gránáttal, meg ezekkel, és akkor megcsinálták a Diazzal ezt a populáris. Hát előbb még volt a Mizuja, és abból lett. Bocsánat, lehet, hogy ez még Mizu volt, tehát az lett egy ilyen mainstream siker, és utána lett a Well Hello. És készült vele egy interjú, amiben a világ legnagyobb megfejtőjeként lett ő bemutatva, és egy zeneipari konferencián te is részt vettél, és ott is az egekig magasztaltad, hogy ő mennyire érzi a trendeket, mennyire cool, mennyire friss, mennyire, és hogy ebből a csávóból valami, ebből lesz a legnagyobb. Na most én ezzel nem akarom a Fluor érdemeit kisebbíteni, mert tényleg ügyes, csinált egy csomó ügyes dolgot, de azért az élet bemutatta, hogy... Igen, hát például nagyban hozzáért a magyar kultúra fejlődéséhez. Igen, de hogy ez a szubkulturális, de a többi is egy lufi. Működik még, mert a lendület elviszi a Well Hello-t, ahogy Korda Gyuri bácsi is itt van velük, és nagyon szeretjük egyébként. A Well Hello ilyen sokáig nem lesz velünk, de hogy ezek a hatalmas nagy, sőt pont a jó példa a Korda Gyuri, vagy a Bikini, vagy az Edda, akik a mai napig nagyon komoly tömegeket mozgatnak, hogy azok, akik a mégiscsak, tehát boomerség, meg a hagyományos és a létrehozott értékek, és hogy az érték most nem is annyira minőségi kategória akar lenni, hanem művészet terén, de a politikában is. Mire lyukadok ki arra, hogy az összes ilyen, vagy a legtöbb ilyen öt csillag, kalózpárt, ezek üstökösként felíveltek, mint egy dopaminlöket, amikor az ember felszív valamit, és utána ugyanúgy le is zuhantak, ugyanolyan gyorsan, és sokszor el is tűntek a süllyesztőbe. Ha megnézzük az európai politikát, ezt látjuk, ki az, aki az európai politikában 16 éve hatalmon van? Orbán Viktor, 14. Hol tart? 14. És ez megint csak nem Orbán Viktorról szól, hanem arról, hogy Orbán Viktor mindamellett, hogy ő is hozott egy csomószor nagyon újszerű dolgokat, ugye ez a szuverenista politika, az unortodox módszerek, stb., de egy nagyon komoly politikai, tehát a hagyományos értelemben vett politizálást is folytat. Ő épített egy politikai közösséget, van nagyon komoly politikai tőke, politikai gondolat mögötte. És ez egyébként, ha körülnézünk az európai politikában, ugye jönnek, mert nem csak kalózpártok, de összességében a nagypártoknál is jönnek, mennek a különböző figurák, akik valamilyen kicsit most éppen mondjuk valamilyen trendre felkapaszkodva kitalálják, hogy jó, ez azért, mert meleg, most ezért meg fogják választani, és megválasztják. Jönnek, mennek, a Rutte még egy, aki viszonylag sokáig volt hivatalban. De általában a saláták tovább húzzák. De a saláták tovább húzzák, mint általában egy miniszter, mert hogy az összes ilyen, és azért mondom a zenekaroknál, és hogy akik valóban egy következetes építkezést folytattak olyan alapokon, ami megfelel nem tudom, a normalitásnak, a rendnek, azok fent tudnak maradni, és komoly meló van benne. Akik meg így hirtelen valamilyen hullámot ügyesen meglovagolnak, tényleg magasra lehet jutni, de nem lehet ott maradni. Igen, de egyébként nincs ebben ellentét közöttünk, mert én is azt mondom, hogy itt tulajdonképpen egy nagy ilyen tűzi játékot látunk majd a politikában is, meg a kultúrában is. Ez az online világ, ez nagyon-nagyon gyorsan fel tud futtatni, és be tud vezetni jelenségeket, gondolatokat, divatokat, és a többi, és aztán egy javarészük elhullik, és aztán az, aki meg bele tud nőni abba a szerepbe, ahova hirtelen került, az majd fent tudja tartani. És egyébként ez így néz ki az emberiség kultúrtörténelme, és a saját példánk az ugye az internet megjelenés a 90-es években. De még egy zenei példa. Amikor elsőre csináltunk internetes újságot, és a hagyományos sajtóban egy kicsi hülye gyereknek néztek, hogy na jó van, szórakozzatok, 3 év múlva ez a dolog úgyse lesz, és akkor nyomtatjuk tovább a papírokat. És nem így lett. Tehát ez a dolog például megmaradt. Biztos, hogy valami megmarad, de az eszembe jutott gyorsan még egy zenei példa, hogy hát ugye amikor
berobbantak a tehetségkutatók, és hogy hú, hát hogy ez micsoda innováció, meg hát hogy ezek mekkora sztárok, minden, hol vannak? Egyetlen egy közülük, talán kettő. Alekosz. Aki valóban, az előbb te is mondtad, ugye, hogy ahova feljutott, azon a szinten ott tudott maradni, és nyilván kemény melóval, a Ruzsa Magdi, esetleg a Karamell még, aki ilyen. Az összes többi nagyon sokat hakniztak, főleg az első néhány széria, tehát rengeteg pénzt kerestek, hát hallottam olyat, akinek a menedzsere mesélte, hogy mindig a szekrény tetején egy vázába rakta be a 20 000-eseket, amit hozott haza a hakniból, és egyszer csak azt vette észre, hogy rakja, és hullik le a több, mert nem fért már bele. Ez így normális, hát ha beat korszak énekeseit, énekesnőit, most Szalatnai Sarolta már nem lép föl olyan nagyon sokat, de a Kovács Kati tök el van, most láttam a tévében élőben énekelt, tök jó. Ja, időre persze, a nosztalgia. Meg a Korda Gyuri bácsiékról nem beszélve, tehát van. Jön a hobbistával Gyuri bácsi. Én is vitatkozhatok a cikkeddel? Itt fog ülni. Nem, ebbe a másik verzió. Én is szeretnék vitatkozni a cikkeddel. Most egy gyorsan elolvastam, még friss az élmény, és azt vettem észre, hogy te is végül is a módszer primátusát hirdeted a tartalommal szemben, csak azt mondod, hogy az ellenzék az a régi 10 évvel ezelőtt működőképes, akkor bevált módszerekhez ragaszkodik, és csak átment egy kicsit a voluntaristába, hogy akkor még többet akar. Én meg ezzel szemben azt mondom, hogy a módszer az csak egy kiegészítője a tartalomnak, tehát először kell, hogy legyen egy jó üzenet. És például Trump elnökké választásában nem az volt a fő titok vagy kulcs, hogy ő a Twitteren, meg a közösségi médiában nagyot ment, hanem az, hogy olyat mondott, amire rezonáltak a választók, akiket már évtizedek óta marhára zavart, hogy tök mindegy, hogy demokrata vagy republikánus elnök van, ugyanazt a mély államot, illetve Egyesült Államoknak nevezett, de igazából ilyen globális birodalmi valaminek a kiszolgálója, ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy akkor mi van az utcákon, meg mi van az oktatás egészségügyel, meg mi van a bevándorlással. Meg a farmokon, meg a... Ez egy másik, szintén párhuzamosan húzódó folyam, hogy a hagyományos jobb-baloldali szembenállás, ami ugye meghatározta most már 70 év. Több mint 100, nem tudom, hány év volt a nemzetközi politikát, az átváltozott egy ilyen elitista kontra antielitista politizálásba. És a konzervatívok lettek az antielitisták, ami maga egy bíc, de egy ellentmondás. Szépen átfordult minden, és ez hangszerelődik át az új módszerekkel, aztán végül is a politikában. Igen, de én úgy ezt mondom én is, hogy az Áron fogalmaz, hogy kell, hogy legyen egy markáns üzenet, ami mögött kell, hogy legyen egy tartalom is. Tehát akármilyen jók a módszerek, akármilyen formabontóak, akármennyire rezonál rájuk a... Tartalomhoz a forma? Amfora. A jet set, tehát a menő, csak jönnek az influencerek, akiket nagyon sokan követnek, tehát lehet fújni lufikat, de ezek mind kipukkadnak, és ami mindig megmarad, az, ahol van tartalom, ahol van valós üzenet, ahol van valós politikai gondolat is. Igen, tehát az, hogy az a ellenzékre visszatérve, tehát ők azért nem mennek át, mert nincs 100%-os médiaférőnyük, mert hogyha tied az összes üzlet, akkor mai napig el tudnád adni a piros aranyat. Jó, de amint megjelentek a, nem tudom én, Argentina, kézműves ételízesítőktől kézműves paprikát az otthon termesztett csirin keresztül a távol-keleti cuccok, már senki nem vásárol piros aranyat, de az ellenzék még mindig azt mondja, hogy szerezzük meg az összes viszonteladót, meg kiskereskedőt, és akkor újra el tudjuk adni a piros aranyat.